14. alkalommal rendezte meg a Pécsi Tudományegyetem a sportirodák találkozóját a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetséggel közösen. Az országos találkozón több hazai egyetem képviseltette magát, hogy együtt gondolkodjanak az egyetemi sportot érintő kihívásokról, az egyetemi versenyek tapasztalatairól, és tovább erősítsék jó kapcsolataikat. Nagyon sok szakmai kérdés kerül elő, az éves programoktól kezdve magyar nemzetközi sportesemények. Nagyon-nagyon fontosak tartom azt, hogy vannak olyan időszakai egy ilyen kongresszusnak vagy beszélgetésnek, amikor ötletelünk és elmondjuk a jó programjainkat, és akkor azt viszik tovább. Sok-sok ötlet van, sok-sok értelmes dolog van, tervezés, szervezés, és tényleg sokat tanulunk egymástól, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb. Szerintem most egy nagyon jó drive-ot kapott el az egyetemi sport az elmúlt években. Ez a hazai és a nemzetközi versenysportban is, és egyébként a nemzetközi sportdiplomáciában is tetten érhető. Harmadik alkalommal fogjuk megrendezni a MEFOB Fesztivált, ami az egyetemi sportnak a legnagyobb multisport rendezvénye, idén Győrben lesz. Körülbelül 1200 sportoló 10-12 sportágban méretheti meg magát, ez azt gondolom, hogy országos szinten is jelentős eseményén nőtte ki magát. Idén házigazdái leszünk az európai egyetemi játékoknak, Miskolcon és Debrecenben. Ami azt jelenti, hogy Magyarország történetének legnagyobb multisport eseményét látjuk vendégül. Körülbelül 5000 hallgató, 17 sportágban. Úgyhogy összegezve azt fogom mondani, hogy hazai és nemzetközi szintéren is egyre jobb a megítélése a magyar egyetemi sportnak.